20 éves a Zemplén Néptánc Együttes. A Sátoraljaújhelyi Néptánc csoportot a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei szervezete felvette azon kulturális és művészeti közösségek és szereplőik közé, akiket idén érdemesnek találtak a megyei Prima díjra. A díjat minden esztendőben novemberben adják át, immár 13 éve. Eddig egyetlen új helyi díjazott volt, 2015-ben Gombos István fafaragó népi iparművész nyerte el ezt az elismerést. Jelölve volt már az együttes, így idén újra remélik, a zsűri is értékeli eddigi művészeti tevékenységüket. Ám ha mégsem lenne így, a közönség egy díjat még juttathat nekik. 3 évvel ezelőtt már egyszer kaptunk jelölést, akkor nem kaptuk meg a díjat, most nagyon izgulunk, hát ha megkapjuk a díjat, mert most újra jelöltek minket. Kétségtelen, hogy azóta is nagyon kemény és áldozatos munka zajlik, és folyik a Zemplén Táncegyüttesnél. Azóta is szerepeltünk nemzetközi SZIOF-fesztiválokon, helyi fesztiválokon, és nagyon-nagyon szépen dolgozik az együttes, és nagyon szépen jön föl az utánpótlása, ami mindenképpen szívmelengető, hiszen biztos jövője van az Zemplén Táncegyüttesnek. Idén az Újhelyi Táncegyüttes mellett a Miskolci Amerikai Futballcsapat, a Csoda Malom Bábszínház és a Miskolci Dixieland Band is a jelöltek között van. Így szükség van a támogatásra, amelyet nem csak a szülőktől, táncosoktól kérnek a zemplénesek, de mindenkitől, akik ismerik munkájukat és szeretik műsoraikat. A táncosok és a hozzátartozóik, a szüleik nagy szeretettel szavaznak ránk, ezt már biztosan tudjuk, viszont november 9-éig tart a jelölés, addig lehet szavazni, ezért tisztelettel kérek mindenkit, hogy szavazzanak az Zemplén Néptánc Együttesre. A közönség szavazás november 9-éig tart. A VOSZ Borsod oldaláról könnyen elérhető a felület, ahol egy e-mail címmel könnyen támogathatók az újhelyi táncosok.